A NATO szerint az elfoglalt ukrán területeken tartott színlelt népszavazásnak nincs legitimitása. A Védelmi Szövetség azt is leszögezte, hogy rendíthetetlenül támogatja Ukrajna függetlenségét, önállóságát és területi egységét. Vendégünk Mesterházi Attila. A NATO parlamenti közgyűlésének volt elnöke. Jó estét kívánok! Néhány friss hír, ami egészen másképp árnyalja azt, ami most történik a világban. Németország a mozgósítás elől menekülő oroszokat befogadja, és menekültként kezeli őket. Jelentette a német kormány, a svájci kormány bekérette az orosz nagykövetet a megszállt ukrajnai területeken zajló népszavazás miatt, és még azt is felvetette lehetőségként, hogy Svájc csatlakozna az Európai Unióhoz. Itt mi beszéltünk két mondatot, mielőtt megkaptuk a képet, hangot, és erre azt jegyezte meg, hogy hát persze, mert ott vannak az orosz bankszámlák. Igen, ugye a múltban nagyon sok orosz tartotta ott a pénzét, de azért ezek fenyegető üzenet. Hát ilyen szempontból igen, amúgy pedig történelmi változások, hiszen talán, ha visszautalhatok Svédország, Finnország NATO csatlakozására, amelyik ugye Svédország is évszázadok óta semleges státuszt vallott, Svájc esetében talán ez a tagság még messzebb van, de ettől függetlenül azért ennek van egy politikai súlya, és úgy látszik, hogy ezt a mozgósítást, ezt hasonlóképpen értelmezték a világban mindenhol a különböző kormányok, függetlenül, hogy most NATO tagállamról, EU-s tagállamról, vagy egyikről se, tehát hogy egyik szövetségi rendszernek sem tagja levő országról van szó. A mozgósítást is, a háborút magát is, és hát aztán most különösen, furcsa módon nagyon élesen reagálnak erre a népszavazásra, amit hát csak idézőjelben szabad annak nevezni, hiszen amint lehet azt hallani, nem az emberek mennek el egy szavazófülkébe, hanem az embereket keresik fel, szavazó biztosok, fegyveresek. Szavazófülkével, igen. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ebbe azt kell érteni, hogy minden, még az ilyen nagyon autokratikus, liberális, diktatórikus államok is keresik ugye a legitimitásnak legalább a látszatát. És ugye itt most arról van szó, hogy azokon a területeken, amelyeket Oroszország elfoglalt, ott ugye szerveznek egy ilyen népszavazást, ahol ugye Oroszország megpróbálja felhasználni az önrendelkezés jogát, hiszen Koszovó is ugye kinyilváníthatta a függetlenségét, és ezt a nemzetközösség elfogadta, vagy a többség elfogadta, hogy azt mondja, akkor az ottani emberek önrendelkeznek, nagy valószínűséggel pont mivel hát nem túl demokratikus feltételek mellett zajlik. Ön most rendelkezik és kész. Így van, és lehet, hogy még egy pisztoly is van az illető kezében, vagy egy puska. Tehát magyarul létrejön egy eredmény, ami valószínűleg Oroszországnak kedvező, csatlakoznak ezek a területek Oroszországhoz, és attól a pillanattól kezdve ugye olyan védelem illeti meg ezeket az országokat, Oroszország szempontjából nézve, vagy a putyini szemszögön, a Vöröstér Moszkvában. Tehát magyarul, ha bármilyen atrocitás, támadás éri ezeket a területeket, akkor Oroszország mondhatja, hogy ez tulajdonképpen az ő terület elleni támadás volt, ezt modellezzük, és az ugye már egy háborús helyzet. Ott van a herszoni régió, amely részben elfoglalt terület, speciál pont Herszon orosz kézben van, de a területet magát folyamatosan támadja Ukrajna, és egyre közeledik Herszonhoz, talán 15 kilométerre vannak a várostól az ukrán csapatok. Ha a népszavazást tényként kezeljük, és az eredményét is úgy gondoljuk, hogy az oroszokhoz való csatlakozás következik, akkor Herszon városa mondjuk jövő hét kettől kezdve Oroszország terület, tehát Ukrajna Oroszországot támadja, és nem a saját városát akarja visszaszerezni. Ez nonsens. Ez így van, tehát ezért mondja el mindenki a világban azt, hogy ez a népszavazás egy illegitim népszavazás, tehát hogy itt tulajdonképpen ez csak egy álca, vagy egy visszaélés az önrendelkezés általános nemzetközi jogi alapelvével, hiszen onnétől kezdve, hogy ez egy orosz város, akkor Putyin mondhatja azt, hogy ez mostantól kezdve már nem speciális katonai művelet, ahogy az oroszok ezt hívják, hanem megtámadták a szuverén Oroszország területét, tehát hadban állnak Ukrajnával, innétől kezdve pedig ugye be lehet hívni az önkénteseken túli, úgymond sorállományt is lehet a háborúba irányítani, és ez tulajdonképpen ezt a logikai bukvencet, amit az elén kommunikációs keretként meghatároztak, akkor úgymond átlépi az orosz elnök. Mennyit változtat ez a NATO álláspontján az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban? Szerintem a NATO álláspontján sokat nem változtat, itt is egy világos pozíció volt. Az látszik, hogy ez a mostani flick-flak, amit az oroszok csinálnak, azért ez annak a beismerése, hogy nem úgy megy
ez a háború, ahogy ők ezt szerették volna. Az, hogy talán hallotta azt is, azt a hírt is, hogy Putyin önmaga személyesen irányítja a tábornokokat, tehát nem a honvédelmi minisztériumon keresztül. Ez tipikus ilyen diktatóri megnyilvánulás, amikor azt mondják, hogy itt a hülyék nem tudják, hogy hogyan kell csinálni, de majd én megmondom ezt a majdnem a harcéren harcoló katonáknak. Hiszen ehhez is értek, meg mindenhez is. Tehát azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy nem úgy halad ez a úgymond projekt, háború, agresszió, ahogy ezt előre eltervezték. Ez mindenféleképpen azért a gyengeségnek a jelét is mutatja, mind katonai szempontból, mind politikai szempontból. Tehát én azt látom, hogy a nyugatnak, a NATO-nak a stratégiája szépen lassan, de azért érezteti a hatását Oroszország. Ugye itt két szempont van. Az egyik az az, hogy a NATO tagállamok nem NATO kereteken belül gyakorlatilag felruházzák az ukrán hadsereget. Zelenszky jelezte is, hogy még kellene, mert hogy helyzet van. Másfelől pedig van egy kifejezés, a proxy háború, ami rendszeresen előkerül, ami meg arról szól, hogy bizony a NATO tagállamoknak és az Egyesült Államoknak különösen érdeke az, hogy az oroszok gyengüljenek. Tehát, hogyha el akarják lövöldözni az összes fegyverüket, töltényüket, hát csak tegyék, az a NATO-t csak erősíti. Nézd, ilyen szempontból majdnem minden háború proxy háború akkor, mert mindig van az egyik meg a másik fél mögött meghúzódó egyéb más országok, amelynek vagy valószínűleg regionális, így vagy, csak nem használtuk ezt a kifejezést. Globális szempontból érdeke, hogy egyik vagy másik fél erősödjön, vagy ez meggyengüljön. Hát lehet ezt így is értelmezni, azért mégiscsak a hadtéren ukrán és orosz katonák harcolnak egymással, és pont a nyugatnak a stratégiája arról, hogy kétféleképpen lehet Oroszországot arra kényszeríteni egyébként, hogy abba hagyja ezt a háborút. Az egyik a harctéri kényszerítés, ugye ehhez kellenek ezek a fegyverek, eszközök és az ukrán hadseregnek a kemény ellenállása. A másik pedig a szankciós politika, amivel szintén lehet Oroszországot lassabban, és talán kevésbé látható módon, de mégiscsak kényszeríteni arra, hogy minél kevesebb kedve legyen, vagy eszköze, vagy képessége arra, hogy ezt a háborút hosszú távon folytassa, és hogy minél előbb béke lehessen. Az látszik, hogy a világot meglepte az oroszok harckészültsége. Talán a hadvezetési készségeik is, de az, hogy mennyire nem képesek uralni a harctéri eseményeket, az különösen. A NATO ezt félrenézte? Elhitte azt az orosz propagandát, amit hallottunk mindig is? Ez egy érdekes felvetés. Pont ma volt a Magyar Atlanti Tanácsnak egy konferenciája, és ott én is előadó voltam, és beszéltünk erről is, hogy az a kép az úgy összetört, ami arról szólt, hogy az orosz hadsereg az elmúlt 15-20 évben mondjuk hihetetlen módon modernizálta saját magát. Tehát volt egy ilyen percepció a NATO-ban is, hogy Oroszország az elmúlt évtizedben, vagy kicsit több mint egy évtized alatt nagyon nagy ugrást tett előre a fegyverzeteknek a fejlesztésében. Valószínűleg az igazság ott van, hogy technológiákat kifejlesztett, egy-egy nagyon szuperszónikus vagy hiperszónikus fegyvert például kifejlesztett, csak nem tudta ezt tömeggyártásba állítani, mert hiányzik ehhez a képesség. Tehát vannak látványos projektjeik, de valójában ennek úgymond nincs mélysége, tehát nincs mennyiség mögötte. Alapvetően látszik, hogy az orosz hadsereg olyan, mint amilyen régi képünk volt erről, hogy ami nem volt lebetonozva, meg nem volt 2 tonnán a nehezebb, azt eladták. Valószínűleg itt is azért a korrupció is rányomta az orosz képességekre a bélyeget, de tény is, hogy ebben egy teljesen más percepció, teljesen más vélekedés uralkodott a NATO keretein belül, tehát sokkal többre, magasabbra, erősebbre értékelték az orosz hadsereget, mint amit most látunk. Van egy üzleti része minden háborúnak, bármennyire is embertelenül hangzik, de hát ez tényszerűen így van, amikor az iraki háború zajlott, miközben még zajlott az iraki háború, már arról beszélt a félvilág, hogy ki fogja újjáépíteni Irakot. Ez most is Ukrajna kapcsán is kérdés, látszik, hogy embertelen károk vannak, és ezeket a városokat, ezt a gazdaságot, ezt valakinek újjá kell építenie. Elindult ez ügyben már a marakodás? Talán a marakodás nem, a tervezés, a gondolkodás, igen, itt több 100 milliárd euróról beszélünk, tehát akkor összegek, hogy elképzelni is talán nehéz. Tehát óriási összegeket fog felemészteni ennek az országnak az újjáépítése. Én azt gondolom, hogy ebben van egy elköteleződés szintén a transatlanti világ kereteiben, hogy egy ilyen Marshall segély 2 típusú programot indítsanak Ukrajna újraépítésére. Tehát azt gondolom, hogy van ebben egy presztízs szempont is, ami arról szól, hogy igenis be kell azt bizonyítsuk Oroszországnak, meg a világnak azon felének, akik esetleg gondolkodnak ilyen támadásokon, bárhol is, vagy Észak-Korea, akár egy másik országot mondjak, hogy bizony nem éri meg, és utána az az ország, amelyik szenvedett, az kap további segítséget a nemzetközi közösségtől ahhoz, hogy teljesen más módon, újabban, modernebben épüljön újra. Na, akkor a szakterületéhez viszont egy mondat erejéig. Magyarország arról beszél most már évek óta,
hogy be kell szállnunk a hadianyag gyártásba. Ugye fegyvereket akarunk gyártani. Az ukrán hadseregnek nyilvánvalóan irgalmatlan mennyiségű fegyverre lesz szüksége, nem csak most, hanem a háború végeztével is, ha egyszer ennek vége lesz. Ebben hogy tud Magyarország részt venni akkor, ha közben a kapcsolatai olyan hidegek Ukrajnával, mint amilyenek most? Én úgy látom, nem is akar Magyarország ebben részt venni, hiszen a magyar kormány többször ugye kinyilvánította azt, hogy semmilyen formában nem kíván semmilyen eszközt, vagy ilyen fegyveres eszközt, muníciót szállítani Ukrajnába. Én azt gondolom, hogy az egy helyes dolog, hogyha valaki investál a biztonságába, hiszen biztonság elrettentő képesség, vagy védelmi képesség nélkül nem létezik, ezt nem nagyon nehéz belátni. Most ez a helyzet talán a NATO-t is egy megfelelő polcra tette, hogy az emberek fejében, most így értem, hogy milyen erővel és képességekkel rendelkezik a NATO ahhoz, hogy megvédjük például Magyarország területét bármilyen agresszióval szemben. És így talán a biztonság, fizikai értelemben a biztonság is egy kicsit felértékelődött, és talán azok az összehasonlítások így egy kicsit, hogy mondjam, idejét múltá válnak, hogy most összehasonlítjuk, mennyit kötünk fegyverre, meg mennyit kötünk mondjuk inkubátorra, mert ezek mindig eléggé demagóg dolgok, de tény és való, hogy az, hogyha többet investálunk a védelmi képességünkbe, az helyes, kettő dolognak kell odafigyelni, ez egy stratégiai módon történjen, tehát szakmai alapokon, átlátható, transzparens módon, és ne a, hogy megint a barátok és a haverok gazdagodjanak rajta, hiszen ezért a honvédelmi miniszter érdekelt volt ebben a fegyvergyártásban, úgyhogy bízunk benne, hogy nem arról szól megint ez a fegyverkezés, hogy egy ilyen paraván mögött a Fidesz megint a haverjait eteti közpénzekkel. Mesterházi Attila, köszönöm szépen. Én köszönöm.